Viharokkal és felhőszakadással érkezett meg a hidegfront, autókra, családi házakra, főutakra és villanyvezetékekre dőltek a fák. Tömegbaleset történt az M7-es autópályán, 6 autó karambolozott, egy pedig kigyulladt, többen megsérültek. Két öngyilkos merénylet is történt Tunézia fővárosában, az egyik merénylő a francia nagykövetségnél, a másik egy rendőrösnél robbantott. És újabb magyar sikerek az Európa játékokon, 3 arany és 4 ezüstérmet nyertek ma a kajakkenu válogatottak Minszkben. Ez a híradó 7:30-kor, az M1-en, Gyukics István vagyok. Jó estét kívánok! Ismét ítéletidővel jött a felfrissülés, viharokkal, felhőszakadással, jégesővel és orkánerejű széllel érkezett meg a hidegfront a keleti, majd a nyugati országrészbe. Szabolcsban, Zemplénben és Hajdú-Bihar megyében autókra, családi házakra, főutakra és villanyvezetékekre dőltek a fák. Több ház tetőszerkezetében is kárt tett a vihar. A tűzoltóságot 1000 helyszínre riasztották, hatalmas a pusztítás. A biztosítók összesítése szerint egyébként júniusban 1,5 milliárd forintos kárt okoztak a viharok eddig, és ebben még a mai pusztítás nincs benne. Kora délután hirtelen elsötétedett az ég Kisvárda felett. Percekkel később, ahogy ezen a nézői felvételen is látszik, ritkán látott vihar tarolta le a strandot. Ennek a büfének a dolgozói próbálták megmenteni, amit lehetett, de a szél az esővel együtt hatalmas pusztítást végzett. Székek és virágcserepek hevertek a percekkel előtte még napos strandjárdáján, a kijáratot pedig teljesen beborították a letört faágak. A városban kidőlt fenyőfák hevertek egymás mellett, de ez csak a pusztítás kisebbik része. Az egyik általános iskola tetejét ugyanis több mint 30 méter hosszan tépte fel a vihar, az iskola előtti park pedig szinte teljesen megsemmisült. Nem sokkal 2:30 után Nyíregyházát is elérte a hidegfront, és cseresznye nagyságú jégeső esett. Volt, aki ki sem tudott szállni az autójából a heves zivatar miatt. A város központjában rövid idő alatt olyan sok eső esett, hogy pillanatok alatt egybefüggő vízfelületté változott több utca is. A kocsik szinte tengelyig elmerültek. Máté Szalka sem úszta meg károk nélkül a vihart. Megbontott tetőket és kerítéseket, letarolt udvarokat hagyott maga után a zivatar. A hatalmas fenyők sem állták ki az orkán erejű szelet. Többet is gyökerestül csavart ki. Volt olyan, amelyik kapuk előtt dőlt ki, így a kijárást is elzárta a bentartózkodók elől. Ajak határában a 4-es számú főúton még a gépjárművek sem voltak biztonságban. Egy kamiont szó szerint feldöntött az orkán erejű szél. Mi magunk is meglepődtünk, a kamion Kisvárda felől közlekedett Nyíregyháza irányába, és orkán erejű széllökésekbe ütközött bele. A kamionsofőr megállt, de a széllökés egyszerűen felborította a tehergépjárművet, ezt láthatják most a nézők. Igazából az volt a probléma, hogy nem volt megpakolva, nem volt súlya a teherautónak, és bele tudott kapni. De egyébként a tehergépjármű mögötti kukoricatáblán is tökéletesen látszik, hogy itt vonult át az orkán erejű szél. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 1000-szer riasztották a katasztrófavédőket. Több olyan útszakasz van, amely járhatatlan, csak félpályán jár, vagy csak félpályán járható, kidőlt fák, villanyvezetékre, épületre dőlt fákat távolítanak el a tűzoltók. Ajaknál kamion borult fel, Kisvárdán több közintézmény, illetve lakóingatlan tetőszerkezetét bontotta meg, és szakította fel a szél. Hajdú-Bihar megyében is volt munkájuk bőven a szakembereknek. Létavértesen egy 15 méter magas fát csavart ki a szél, ami 3 autót temetett maga alá. Szerencsére az autókban nem tartózkodott senki, így személyi sérülés információink szerint nem történt. A város temploma is megsérült, a torony tetején elhelyezett kereszt letört. Csak ebben a városban 11 helyszínre hívták ki a katasztrófavédőket. A Borsodabói-Zemplén megyei Bodrog keresztúron több ház tetejét szinte teljesen letépte a vihar, és vezetékeket is leszaggatott. A zivatar erejét jól mutatja ez a ketté tört fa is, az egészséges fatörzs szinte szájaira hasadt. Az emberek megdöbbenve álltak és nézték az utcán a párperces pusztítás nyomait. Nagy szélvihar jött, hatalmas esővel, forgószéllel, minden fákat kicsavart, fenyőfákat, házfát, mindent az udvarolt. 75-től itt akok, itt még ilyen vihar soha nem volt. Aki tehette, már neki kezdett a romok és a törmelékek eltakarításának, hogy fel tudja mérni, milyen kárt tett a mai párperces vihar. A júniusi szeszélyes időjárás miatt több mint 16 000 bejelentés érkezett eddig a biztosítókhoz. A legfrissebb jelentésük szerint a károk meghaladják a 1,5 milliárd forintot. Ebben a becsült összegben a mostani károk még nem szerepelnek.
És élő kapcsolásokkal folytatjuk, jöjjön először Zé Pintje Zsolt Kisvárdáról. Hát nehéz elhinni, hogy ekkora pusztítás, amit itt az előbb az anyagban látunk, illetve ahogy mögötted látom a fákat, nem okozott személyi sérülést. Nyugtass meg, hogy tényleg nem okozott személyi sérülést. Személyi sérülést nem okozott a vihar, legalábbis mi így tudjuk pontosan, de az imént beszéltem például Pusztadobos polgármesterével, oda még nem tudtunk eljutni, hiszen mi Kisvárdán forgattunk, és ő azt mondta, hogy több mint 200 ház sérült meg az orkán erejű szélben, és azt mondta, hogy amik a szem ellát azon a településen, ez egy faluról van szó, ott szinte nincs olyan ház, ami ne sérült volna meg. És mi most a Kisvárdai Várnak a parkjában vagyunk, már több helyen forgattunk a városban, ez a teljes belváros, illetve az egyik anyagban elhangzó, hogy a fürdőnél látták, hogy mekkora vihar volt. Itt most a kamera megmutatja, hogy mit csinált. Olyan, mintha egy hatalmas, óriás végig trappolt volna ezen a parkon, és amit ért volna, amilyen fához hozzáért, annak leszaggatta az ágait, vagy éppen tövestül derékban kitörte. Ez egyébként a Leszfestnek a helyszíne. Jövő héten itt rendezik meg a Leszfestet, már áll néhány sátor, azokat is összeborította. Azt ígérik a szervezők, hogy természetesen jövő hétre majd rendbe rakják ezeket a dolgokat. Fel kell majd hasogatni ezeket a fákat, el kell tüntetni innen. És hát ugye a legfontosabb az, hogy rettenetes mértékben károsodtak itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a különböző lakóingatlanok. 1000 helyszínre riasztották a tűzoltókat, és hát mi sem jutottunk el mindenhová, de nagyon sok helyről jelezték nekünk, hogy rengeteg lakóingatlanba esett kár, illetve keletkezett kár. Ezeket is majd a következő napokban valószínűleg meg tudjuk mutatni a nézőknek. Egy biztos, hogy itt Kisvárdán, aki itt volt, átélte ezt a vihart, azt mondta, hogy ők még ilyet nem láttak. 120-130 kilométeres széllökésekkel, orkán erejű széllel jött ez a vihar hatalmas esővel, és amit ért, amihez hozzáért, iskolát, magánépületet, vagy éppen fát, azt felborította, leszakította, eltörte, hihetetlen károkat okozott itt Kisvárdán. Én azt olvastam az interneten egyébként, hogy az, hogy egy szupercella alakult ki ott Kisvárda környékén, az úgy tűnik, hogy tény, de hogy sokan forgószélről, tornádóról is beszélnek, hát ez majd kiderül, hogy tényleg így volt-e. Zé Pintje Zsoltnak köszönjük, megyünk a szomszéd megyébe, Embíró Lizához, Bodrog keresztúrra, ott mekkorák a károk, ahogy látom mögötted, szép termetes fa fekszik a földön. Így van, jó napot kívánok, szervusz, és valóban itt Borsodaba Új-Zemplén megyében, annak is a zempléni részén, tehát Sátoraljaújhely, Sárospatak térségében, illetve Bodrog keresztül, Bodrog kis faludon okozott legnagyobb károkat. A helyenként 120-125 km/órás szél. Jól látszik, hogy ilyen öles fákat dört derékban ketté, vagy csavart képen tövestől a földből, és ez okozta a legnagyobb gondot, hiszen több mint 70 alkalommal riasztották a tűzoltókat, kidőlt fákhoz és leszakadt faágakhoz. Ezek elsősorban a közlekedést nehezítették meg, hiszen a 37-es számú főúton csak lépésben lehetett haladni egyes területeken a kidőlt fák miatt. Komoly torlódások is kialakultak, hiszen meg kellett várni, amíg a tűzoltók feldarabolják ezeket a fákat, és komoly vízátfolyások is nehezítették a közlekedést, hiszen helyenként 30 mm-t meghaladó csapadék esett. És két településen, Bodrog keresztúron és Bodrog kisfaludon lakóházakat, ingatlanokat is megrongáltak a kidőlt fák, mint egy tucatnyit, és természetesen leszaggattak villanyvezetékeket, és emiatt nincs áramszolgáltatás, és mobil szolgáltatás sem ezeken a településeken, de folyamatosan dolgoznak a károk elhárításán. Embíró Lizának köszönjük szépen! Napról napra fokozódik a hőség Európában. Németországban megdőlt a több mint 70 éve regisztrált júniusi melegrekord. A német-lengyel határnál 38,6 fokot mértek. A hétvégén továbbra is 38 fok körüli hőmérsékletre számítanak. De évek óta nem látott melegtombol Ausztriában és Franciaországban is. Spanyolország egyes területein pedig akár 44 fok is lehet a hétvégén. A rekkenő hőségben ráadásul ott erdőtüzek is pusztítanak. A konfliszlovaknak is melegük van Bécsben, slaggal hűsítik őket és a turistákat is.
Ha eléri a hőmérséklet a 35 fokot, akkor haza kell mennünk. A lovak ugyan bírnák a nagyobb meleget is, kiváló a hőháztartásuk, de ez a szabály, mondja a kocsis. Az osztrák fővárosban több ponton ivóvíztöltő állomásokat állítottak fel, ahol mindenki ingyen feltöltheti a kiürült palackjait. Ausztriában az elmúlt napokban a legmelegebb a nyugati ország részben fekvő Imstben volt, ahol 37,5 fokot mértek. Ilyenre az elmúlt 5 évben nem volt példa. Gyerekek játszanak önfeledten egy szökőkútban a legnagyobb német tartomány Bajorország fővárosában. A nagy hőségben sokan keresik a lehetőséget a felfrissülésre. Németországban napok óta tart a hőség, szerdán több mint 70 éves melegrekord dőlt meg. A lengyel határ közelében 38,6 Celsius fokot mértek. Sokan kiélvezik a hirtelen jött meleget, hiszen az ország északi részén eddig ritka volt a júniusi strandidő. A német Vöröskereszt ugyanakkor a veszélyekre figyelmeztet. Ilyenkor főként az idősebbek és a gyerekek vannak veszélyben, és főként a közvetlen napsütés okozhat gondot. Ez napszúráshoz, esetleg hőgutához vezethet, mondta a szervezet egyik munkatársa. Nagy a hőség a francia fővárosban is. Ilyenkor nem csak az amúgy is kedvelt Trocadéro szökőkútja köré gyűlnek az emberek, sokan a vízbe is bemennek, a gyerekek pedig a majdnem combig érő vízben még úszkálnak is. Ausztráliából jöttünk, ahol most tél van, de hozzá lehet szokni ez a 33-34 fokhoz. Nálunk nyáron ugyanis 38-45 fok szokott lenni. Az egyetlen gond, hogy a szállásunk nem légkondicionált. Egyébként minden más rendben van, mondta egy turista. A hőhullám kitart Olaszországban is. Az ország legnagyobb részén a hőmérséklet eléri a 37-40 fokot is. Az ibériai félszigeten még a nagy meleghez szokott spanyolok is meggondolják, hogy a kávéjukat a szabadban fogyasszák-e el. Az előrejelzések szerint ugyanis a hőmérséklet a napokban 40 fok fölé emelkedhet, de egyes városokban akár 44 fokot is mérhetnek a hétvégén. Az emberek nem akarnak a teraszon ülni a 38-40 fokos melegben. Benn megy a légkondi, de a teraszra ilyenkor az eredeti forgalom egynegyede ül le, mondta egy pincér. A forró száraz időben újra felütötték a fejüket az erdőtüzek is. Tarragona környékén már 30 embert evakuáltak, a rendőrség lezárta az idevezető utakat. Katalóniában az elmúlt 20 évben nem volt ekkora erdőtűz, mint most. Becslések szerint 20 000 hektárnyi erdő biztosan elég most. A félsziget nyugati részét viszont elkerülte a nagy hőség. Az északra fekvő Porto környéki strandokon a vízben inkább csak szörfösöket látni, a nap is alig süt ki. A családom Svájcban él, ide jöttek 2 hétre. Azt gondolták, napfény és meleg várja majd őket, de most Svájcban nagyobb a meleg, mint itt, mondta egy helybéli. Egyelőre még nem várható melegedés, a nyáron szokatlanul alacsony 20 fok körüli hőmérséklet még napokig eltarthat. A Nyugat-Európában élő magyarok közül többen azt mondták, szinte elviselhetetlen a hőség, aki csak teheti strandra megy, vagy légkondicionált helyre húzódik be. A Híradó egyik Németországban élő nézője azt mondta, az iskolákban a délutáni hőség miatt szabadidőt kapnak a gyerekek, több helyen pedig sebességkorlátozást is bevezettek a hőhullám miatt. Attól tartanak ugyanis, hogy a nagy meleg miatt eldeformálódhat és sérülhet az aszfalt az autópályákon. Párizs központjában készítette ezeket a felvételeket Orosz Erzsébet. A városban napok óta tart a kánikula. Csütörtökön is annyira meleg volt, hogy az emberek ruhástól mentek be a szökőkutakba. Ezeket a felvételeket a Louvre-nál készítette. Ezeket pedig már az Eiffel toronynál. Itt a környék egy nagy strandra hasonlított napközben. A szökőkút szinte megtelt emberekkel. Az emberek belemennek a szökőkutakba, vizet osztanak a város forgalmasabb pontjain. A környezetszennyezés miatt korlátozzák a belvárosba bejövő autók számát. Egy Párizsban élő magyar festő arról is beszélt a Híradónak, hogy aki teheti, légkondicionált helyre húzódik be a sivatagi hőség elől. A munkások csak a kora reggeli órákban dolgoznak, és sokan hamarabb hazamennek a munkahelyükről. Az irodákban is korábban mennek haza, az én cégemnél például mindenki maximum 4-5 órakor már hazamegy, mert nem bírják a hőséget, sajnos nincs légkondink. A lányomnak még lenne elvileg óvodája ezen a héten, de az óvodát is bezárták ma is,
még holnap is. A minisztérium közleményt adott ki, hogy ezt a hőséget milyen cselekedetekkel tudjuk megkönnyíteni magunk számára. Mondjuk egyetek sok fagyit, pihenjetek, menjetek árnyékba, én most éppen ezt teszem. Ez pedig már Németország, Heilbronnban is megteltek a strandok, és a fagyiból is bőven fogyott. A híradó egyik nézője felvette, hogy a szobájában csukott ablakok és lehúzott redőny mellett 29 fokot mutat a hőmérője, közben a kinti levegő 44,5 Celsius fokos volt. A napsugárzása van, ami iszonyatosan erős. De elmondta azt is, hogy az iskolákban délután szabadidőt kapnak a gyerekek a hőség miatt. Több helyen pedig például sebességkorlátozást vezettek be. Stuttgartnál az autópályát, az A7-es sebességkorlátozás van érvényben, mert attól tartanak, hogy a nagy hőség miatt az aszfalt kettétörik, felrobban. A minisztérium közleményt adott ki, hogy az idősekre különös gondot kell fordítanunk, vigyáznunk kell rájuk, és gyerekeket szigorúan tilos egy persze is a forró autóban hagyni. Ezeket a felvételeket pedig Krakkó belvárosában készítette Felkai Renáta. A kánikula miatt szinte kiürültek az utcák. A lakosság figyelmeztető SMS-t is kap, amiben felhívják figyelmüket a hőségre és folyadékfogyasztásra. De elmondta azt is, hogy a forgalmasabb helyeket, így például a pályaudvarok környékét napközben vízsugárral hűsítették, csak úgy, mint a vasúti síneket. Európa nagyvárosaiban több helyen is megdőlt a melegrekord. A híradónak nyilatkozó magyarok arról is beszéltek, a rendkívüli kánikula szinte elviselhetetlen, hiszen néhol még az esti órákban is 36-38 fokot mutatnak a hőmérők, így éjszaka sem tudják lehűteni lakásaikat. Itthon tömegbaleset történt az M7-es autópályán Székesfehérvár közelében ma délelőtt. 6 autó karambolozott, az egyik ki is gyulladt. A veszélyt az jelentette, hogy az egyik autó üzemanyag tankja is megsérült, és a benzin az autók alá folyt. A környéken hatalmas torlódás alakult ki, mert emiatt hosszú ideig a Balaton felé teljes útzár volt. Az egyik autó a szalagkorlátnak csapódva, a többi pedig a túloldali sávban összetörve. Ezt lehetett látni a becsapódás után az M7-es autópályán. A reggeli csúcsban történt a baleset, itt Fejérvár határában a 63-os kilométernél az M7-es autópályán. 6 autó ütközött össze, és az egyik ezek közül ki is gyulladt, itt mögöttem látható ez az autó. Ennek az ütközés során valószínűleg megsérült a benzintankja, és az üzemanyag a pályára csorgott, és ezután gyulladt ki ez az autó. A kigyulladt autóban 2 utas volt, ők a szerencsének köszönhetően könnyebb sérüléseket szenvedtek. A tömegbalesetet a többi autós épségben megúszta. Az oltás nehezítette, hogy a járműnek az üzemanyagtankja megrongálódott, és a benzin kifolyt a gépjármű alá. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett habsugárral folytották el a lángokat. Elsődleges információk szerint a baleset akkor történt, amikor a lehajtósávba be akart sorolni egy autós. A manővert nem tudta befejezni, mivel hátulról nagy sebességgel belecsapódott egy másik autó, majd sorra követte a többi. A műszaki mentés és a helyszínelés idején teljes útzár volt az autópályán. Több kilométeres kocsisor torlódott fel ezen a szakaszon, így órákat kellett várni a sofőröknek, mire újra megindult a forgalom. A baleset körülményeit még vizsgálja a rendőrség. Két öngyilkos merénylet is történt Tunézia fővárosában. Az egyik terrorista Tunisz központjában, a francia nagykövetség közelében robbantotta fel magát, a másik nem sokkal később egy külvárosi rendőrállomásnál. A két merénylő meghalt, többen megsérültek. A robbantások sokkolták a tunéziai vezetést, a 93 éves elnök a hír hallatán rosszul lett és kórházba került. Többen attól tartanak, hogy a merényletek a most kezdődő turisztikai főszezonra és ezzel együtt az ország gazdaságára is negatív hatással lesznek. Teljes volt az űrzavar Tunisz belvárosában csütörtök délben. A város két fő utcája, a Habib Bourguiba sugárút és a Charles de Gaulle sugárút kereszteződésében, alig pár lépésre a francia nagykövetségtől és a Dzsúfolt bevásárlóközponttól öngyilkos merénylő robbantotta fel magát. A hatóságok azonnal lezárták a környéket, a rendőrség közlése szerint a merénylő egy tunéziai állampolgárságú nő közvetlenül egy rendőrautó mellett hozta működésbe a testére szerelt pokolgépet. A robbanásban egy rendőr meghalt, egy másik rendőr és 3 civil megsebesült. Arra lettem figyelmes, hogy valaki hirtelen ott termett az autó mellett, és a következő pillanatban már egy hatalmas robbanás rázott meg mindent a környéken. Borzasztó volt a látvány, ahogy a terrorista felrobbantotta magát, mondta az egyik szemtanú.
Nem sokkal később egy másik merénylő a város Garzsani nevű negyedében támadt rendőrökre. A negyedben található nem messze a támadás helyétől a tunéziai biztonsági erők főhadiszállása is. Ebben a támadásban 4 rendőr sebesült meg. Megerősíthetem, hogy összehangolt, előre eltervezett 2 támadás történt. Több támadásról azonban nem tudunk. A felröppent hamis híreket szeretnénk cáfolni, nyilatkozta a helyszínelést vezető rendőrtiszt. Tuniszt sokkolta a támadás híre, az országban az elmúlt időszakban már stabilizálódni látszott a biztonsági helyzet, Tunisz belvárosában pedig nagy volt a rendőri jelenlét. Nem sokkal azután, hogy hírt kapott a merényletekről, kórházba került az ország 93 éves elnöke. Bezsikait Essebsit az elnöki hivatal közlése szerint nagyon megviselték a hírek. A miniszterelnök arról tájékoztatta a sajtót, hogy az elnök állapota már stabil, és az összelesedékes választásokig hivatalában marad. Ezek az emberek zavart akarnak kelteni a választások előtt, de Tunézia hisz a demokrácia erejében, és az országban nincs helye a terrornak, a szélsőségnek. Harcban állunk a terroristákkal, és addig nem nyugszunk, míg véglegesen ki nem írtjuk a terrort az országunkból, mondta a miniszterelnök. Tunéziában a 2011-es forradalom vértelenül zajlott le, de az ország nem tudta teljesen kivonni magát a térségben eluralkodó erőszak hullám alól. 2015-ben szélsőségesek 22 embert, többségében külföldi turistákat mészároltak le Tuniszban, a Bardon Múzeumban. Nem sokkal később pedig Szuszban, a tengerparton támadtak nyaralókra, akkor 38-an haltak meg. A 2 merénylet nyomán komoly biztonsági intézkedéseket hoztak, a tunéziai rendőrség számos terrorista sejtet számolt fel, és szélsőséges eszméket terjesztő imámokat tartóztattak le. A biztonsági helyzet azóta sokat javult, és a turizmus idén már a 2011 előtti szintre emelkedett. A mostani merénylet azért érte különösen kényes időszakban az országot, mert most kezdődik a főszezon, és az idegenforgalom visszaesése komoly csapást jelentene a gazdaságra. Őrizetbe vették Németországban a 2015-ös párizsi merényletek elkövetőinek egy feltételezett támogatóját. A bosnyák állampolgárt Drezdában fogták el egy héttel ezelőtt. A 39 éves férfit európai elfogató parancsal körözték a belga hatóságok. Terrorista szervezet támogatásával gyanúsítják a 130 halálos áldozatot követelő merényletekkel kapcsolatban. Több mint 10 000 bevándorló érkezett már idén Bosznia-Hercegovinába. Ez azt jelenti, hogy havonta mintegy 2 000 migráns jut be illegálisan a balkáni országba. A migránsok többsége az ország északnyugati részében zsúfolódik össze. A horvát határon keresztül próbálnak ugyanis Európába jutni. Bihácson nemrég egy új városon kívüli befogadó központot is kialakítottak számukra, így valamennyire javult a közbiztonság. Csak hogy közben a táborban megjelentek a fertőző betegségek, a hőség pedig csak ront a helyzet. Hatalmas víztartályokból mosakodnak a migránsok a horvát-bosnyák határnál kialakított táborban, Vučjak településen. Több tucatnyian pedig élelemért állnak sorba, és folyamatosan érkeznek az újabb csoportok is. Jelenleg mintegy 700 migráns várakozik itt. Többségüket az elmúlt egy hétben szállították ide Bihácsról. A kisvárosban ugyanis szinte tarthatatlanná vált a helyzet, miután több ezer migráns gyűlt össze a környéken. Mindennaposak lettek a problémák. Az új helyen segélyszervezetek látják el a bevándorlókat, friss vizet, áramot és naponta többször élelmet is biztosítanak számukra. A mindennapos ellátás ellenére a táborban egyre több a beteg, mintegy 50 migránst már el is kellett különíteni, ők ugyanis fertőzőnek bizonyultak. Leginkább a rühesség és a különböző bőrbetegségek jelentkeznek. Nekik folyamatosan biztosítunk tiszta ruhát és minden olyan dolgot, ami az alapvető higiéniához szükséges. Ellátjuk őket addig, ameddig nincsenek orvosi csoportok a helyszínen, fogalmazott a Bihácsi Vöröskereszt titkára. Közben a migránsok egyre feszültebbek. Azt mondják, nem megfelelőek számukra a körülmények, és azt sem tudják elfogadni, hogy a horvát hatóságok nem engedik őket tovább menni. Megütöttek itt is, meg itt is, amikor megpróbáltunk átjutni a határon. Nem engedtek át minket, de újra próbálkozni fogunk, mondja egy pakisztáni férfi. Bár a migránsok Bihácson kívülre helyezésével sokat javult a közbiztonság a környéken, a város polgármestere szerint ez a megoldás csak ideiglenes, az utánpótlás ugyanis folyamatos, az új helyszín pedig jelentős fejlesztések nélkül nem alkalmas több ezer bevándorló ellátására.
Ez most egy ideiglenes megoldás, amivel próbálunk javítani a városban kialakult helyzeten és a helyiek életminőségén, fogalmazott a bihácsi polgármester. Szerbia és Montenegró felől tavaly mintegy 25 ezer migráns lépett be illegálisan a balkáni országba, idén pedig mostanáig már több mint 10 ezer bevándorlót regisztráltak. A legrosszabb helyzet Bihács környékén van, ahol több ezren várakoznak a továbbindulásra. Dragan Mektić nemzetvédelmi miniszter szerdán úgy nyilatkozott, a helyzet rendezésére a szigorúbb határvédelem jelenthetne megoldást, ebben a kérdésben azonban az ország elnöksége egyelőre nem jutott konszenzusra. Ha a csúcsjelölti rendszer nem nehezítette volna meg a döntéshozatalt, akkor már megszülethetett volna a döntés az unió vezetőiről, jelentette ki Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter a vasárnapi rendkívüli uniós csúcstalálkozó kapcsán azt mondta, a kormány mérsékelten optimista abban, hogy a hétvégén találnak-e alkalmas jelölteket a tagállami vezetők az uniós intézmények vezető tisztségeinek betöltésére. Kik legyenek az Európai Unió következő vezetői? Erről is tárgyalnak Oszakában a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az Európai Unió tömörítő szervezet, a G20 csoport mostani ülésén az uniós tagállamok vezetői. Egy hete Brüsszelben futottak neki az uniós állam és kormányfők, hogy megtalálják, kik vezessék a következő 5 évben az EU-t. Döntés végül nem született, csak annyi, hogy most vasárnap újra összeülnek. Az viszont kiderült, hogy a két nagy európai pártcsalád Spitzen kandidátja, csúcsjelöltje nagy valószínűséggel nem lesz az Európai Bizottság elnöke. Pedig a szocialista Franz Timmermans és a néppárti Manfred Weber igencsak számított a posztra. Olyannyira, hogy Manfred Weber a múlt vasárnap arról beszélt a Welt am Sonntag című német lapnak, hogy szerinte van esély arra, hogy elnyerje ezt a posztot. A cikk szerint a bajor politikusa a most vasárnapi rendkívüli EU csúcsig hátra lévő napokban az Európai Parlament többségi támogatásának elnyeréséért küzd, hogy nyomást gyakoroljon a tagországi állam, illetve kormányfőket összefogó Európai Tanácsra. Most a képviselőkön a sor, el kell dönteniük, hogy mi fontosabb számukra, a pártpolitikai és nemzeti érdekek, vagy pedig intézményük befolyásának erősítése, nyilatkozta a lapnak a bajor politikus. Továbbra is a csúcsjelölti rendszer mellett állunk, mondta Angela Merkel szerdán a Bundestagban, hozzátéve azonban, hogy a helyzet most sokkal összetettebb, mint 5 éve Jean-Claude Juncker megválasztásánál. A sajtóban nagy visszhangot váltott ki Angela Merkel kijelentése, amit egyenesen úgy értelmeztek, hogy a kancellár kihátrált Manfred Weber mögül. A magyar kormány, a visegrádi négyek és ennél sokkal szélesebb körben összesen 11 tagállam nem támogat. 11 tagállam nem akarta, hogy Manfred Weber legyen az Európai Bizottság elnöke, mondta Gulyás Gergely a Kormányinfón. A miniszterelnökséget vezető miniszter az uniós tisztújításról szólva kifejtette, az uniós állam és kormányfők elutasították a csúcsjelölti rendszert. Azt mondta, Magyarország érdekelt abban, hogy az Európai Uniós intézményeknek mielőbb legyen vezetőjük, de a jelöltek alkalmassága fontosabb, mint a sietség. Olyan embert kell találni, különösen a bizottság élére, aki minden kormánnyal képes korrekt párbeszédre, és ma azt látjuk, hogy Manfred Weber még egy utolsó kísérletet tesz, hogy a CDU-CSU-t rávegye arra, hogy őt akár még egy intézményi válság árán is támogassák, de mi úgy gondoljuk, hogy jobb lenne az intézményi válságot elkerülni. Gulyás Gergely emlékeztetett. Manfred Weber megszavazta a sargentini jelentést, és sértő kijelentéseket tett Magyarországról. Ezért esetében a minden kormány iránt elvárható tisztelet feltétele nem áll fenn. Megjegyezte, nincs akadálya, hogy érdemi döntések szülessenek vasárnap, és ha korábban a csúcsjelölti rendszert nem nehezítette volna a döntéshozatalt, előbb is megszülethetett volna a megállapodás. A magyar reklámadó nem ellentétes az uniós joggal, ezt mondta ki ítéletében az Európai Bíróság. Magyarország 2014-ben vetett ki külön adót a reklámbevételekre, ezt azonban az Európai Bizottság 2 évvel később az uniós joggal összeférhetetlennek minősítette. Brüsszel álláspontja szerint a külön adó diszkriminatív, hátrányos megkülönböztetést alkalmaz a nagyobb árbevételű vállalkozásoknak. A bíróság mai ítéletével megsemmisíti az Európai Bizottság korábbi elítélő határozatát.
Az Európai Bizottság megbukott a bővítés tekintetében, csak abban lehet bízni, hogy a következő bizottság másképp cselekszik majd. Erről Szijjártó Péter beszélt Brüsszelben az EU-Szerbia társulási tanácsülés után. A külgazdasági és külügyminiszter bírálta az Európai Uniót, amiért lassítja a bővítési folyamatot, különös tekintettel a Nyugat-Balkánra. A tárcavezető szerint ez az egész EU biztonságára nézve káros, mivel csak az uniós tagság szüntetheti meg a térségben a máig meglévő feszültséget. A migrációs nyomás itt van, és a migrációs nyomás tekintetében az egyik legfontosabb cél az kell, hogy legyen, hogy zárva tartsuk a nyugat-balkáni útvonalat. A nyugat-balkáni útvonal zárva tartásában Szerbiának elementáris szerepe van, és a nyugat-balkáni útvonal zárva tartása szempontjából a lehető legrosszabb és lehető legveszélyesebb lépés az Európai Unió részéről az, hogyha nem gyorsítja föl a szerbekkel az integrációs folyamatot. Hétfőtől lehet igényelni a babaváró támogatást. A kormány családvédelmi akciótervének részeként 10 millió forint kamatmentes, szabad felhasználású hitelt kaphatnak a gyermeket vállaló családok. A tartozás a megszületett gyermekek számától függ. 3 gyermek esetén a hitel támogatássá alakul, vagyis így nem kell majd azt visszafizetni. Neveink is megvannak már kezdettől fogva. A legjobbkor jöttek a kormány családvédelmi intézkedései a zalaegerszegi Fentős Gyöngyiék számára. Az ikrekkel terhes fiatalasszony és férje már ki is nézte a lakást, amit meg akarnak venni. Ehhez a 10 millió forintos babaváró támogatást is szeretnék igénybe venni. Nyár végén, mire megérkeznek az ikrek, a fiatal családosok otthonából végre saját lakásba költözhetnek. Két babát várunk egyszerre, tehát így azért a helyinek is szűkén vagyunk, tehát mindenképpen lakást szeretnénk vásárolni, és nekünk ez ilyenkor tényleg nagyon jó, hogy kor jött, hiszen kapásból ugye a két baba miatt a 30%-át elengedik a törlesztésnek, és az első 6 évben ugye nem kell semmilyen jellegű törlesztő részletet fizetni, tehát be tudunk rendezkedni, el tudjuk indítani a gyerkőcöket az iskolába. A héten a kormány után a Magyar Nemzeti Bank is könnyítette a babaváró támogatás igénylésének feltételeit. A jegybank döntése értelmében a támogatás 3/4-ét önerőként figyelembe lehet venni a lakáshiteleknél. A legfontosabb, hogy a babaváró támogatás felhasználható lesz lakásvásárlás esetén hitelhez önerőként, azaz, hogyha 10 millió forint babaváró támogatást felveszek, abból 7,5 millió önerőnek minősülhet. A Bankmonitor ezt egy konkrét példával szemlélteti. Egy 45 millió forintos lakás megvásárlásához a babaváró támogatás mellett elegendő 1,5 millió forint önrész. A támogatás nélkül ugyanennek a lakásnak a megvásárlásához már 9 millió forintos önrészre van szükség. A hétfőn startoló babaváró támogatás a kormányinfón is szóba került. A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a kormány világos, egyértelmű szabályozást dolgozott ki, hogy ezt a fajta segítséget minél többen igénybe tudják venni. A kormány világos döntéseket hozott, tehát akinek július 1-jét követően születik egy gyermeke, jogosulttá válik erre a támogatásra, ezt kérelmezni kell. A szabad felhasználású babaváró támogatásra azok a házaspárok jogosultak, ahol a feleség 18 és 41 év közötti, nincs köztartozásuk és rendezetlen hitelük, illetve valamelyiküknek legalább 3 éve folyamatos a társadalombiztosítási jogviszonya. A támogatást hétfőtől lehet igényelni a bankokban. A sok visszaélés miatt a kormány a magántanulói viszony megszüntetését javasolja. Ez is szerepel abban a törvénytervezetben, amit ma nyújtott be a kabinet a köznevelési törvény módosítása érdekében. A javaslat szerint a tanórák alól való felmentést pedig az állam bírálná el. Az EMI államtitkára azt mondta, a cél, hogy senki ne eshessen ki a köznevelésből. A magántanulói jogviszonyt ugyanis több esetben nem sporttevékenység, betegség vagy költözés miatt kapták a gyerekek, hanem azért, mert problémásak voltak. Mi viszont azt szeretnénk, hogyha egységes gyakorlat lenne, hiszen ez szolgálja a gyermekek, ez szolgálja a családok érdekét. A kormánynak kifejezett célkitűzése volt a 3 éves kortól kötelező óvoda, hiszen hogyha a gyermek már 3 éves korától óvodába jár, akkor mind a tehetsége hamarabb megnyilvánul, mind pedig, hogyha lemarad a többiektől, valamilyen képessége fejlesztésre szorul, ezt korábbi életkorban lehet elkezdeni.
A rendszerváltás óta nem volt olyan alacsony, 3,4%-os a munkanélküliségi ráta, mint most, mondta a pénzügyminiszter az M1-en a KSH legfrissebb adataira reagálva. A Központi Statisztikai Hivatal közölte, ismét 4,5 millió fölött volt a foglalkoztatottak száma a márciusi-májusi időszak átlagában, és 43 ezerrel dolgoztak többen, mint egy évvel korábban. Varga Mihály hangsúlyozta, a kedvező gazdasági helyzet és a kormányzati gazdaságpolitikai lépések is hozzájárultak a mostani pozitív adatokhoz. Évente 10 milliónál is több pezsgő tabletta tartályt készít, ez a csaknem 250 millió forintba került gép. A székesfehérvári gyógyszeripari termékek csomagoló anyagait gyártó cég folyamatosan fejleszt, de ennek ellenére is szüksége lenne szakértő munkáskezekre. De ahogy mondani szokták, már lasszóval is alig tudnak fogni képzett munkaerőt, pedig a 100%-ban magyar tulajdonú vállalkozás szinte mindent megtesz ennek érdekében. Természetesen karban tartjuk a béreket, megpróbáljuk folyamatos emeléssel tartani a bérszínvonalat. Továbbá a távolról érkező munkásainknak térítjük az utazási költségét, gondolkodunk munkásszálló építésében, illetve az itteni helyi viszonyok közötti munkásszálláson való elhelyezésben, illetve próbálunk a belső képzéssel karrier lehetőséget építeni minden belső emberünknek, hogy maga előtt perspektívát lásson. Azt, hogy egyre nehezebben találnak munkaerőt a cégek, jól mutatják a legfrissebb adatok is. A foglalkoztatottak száma például idén, március és május között több mint 40 ezerrel nőtt éves összehasonlításban. Ez azt jelenti, hogy már több mint 4,5 millió embernek van munkája. Ezzel párhuzamosan tovább süllyedt a munkanélküliség. A vizsgált három hónapban 160 ezerrel csökkent az állástalanok száma, ami 10 ezerrel kevesebb, mint egy éve volt. 3,4%-ra csökkent a munkanélküliségi ráta. A pénzügyminiszter az M1-nek nyilatkozva azt hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás óta nem volt ilyen alacsony ez a mutatószám, ami az Európai Unióban a negyedik legjobb adat. Ez megerősíti azt, hogy a foglalkoztatást segítő programok, ezen belül is a munkahelyvédelmi akcióterv jól működött az elmúlt években. Varga Mihály azt mondta, reális esély van arra, hogy 2010-hez képest az előttünk álló időszakban egymillióval növekszik a munkában állók száma. Több mint 800 ezer emberrel dolgozik több a Magyarországon, mint 2010-ben. Ha ezt nézem meg, akkor az egy reális cél, hogy 2025-ig azért az 1 millió munkában álló létszám ez megvalósuljon. Én nagyon bízom abban, hogy a magyar gazdaság lendülete az továbbra is töretlen marad. Jól látható, hogy a elmúlt évek gazdaságpolitikai intézkedései egy olyan gazdasági szerkezetet tudtak létrehozni, amelyik kedvez a foglalkoztatásnak, és kedvez annak is, hogy a foglalkoztatásba lépők magasabb bérért tegyék meg mindezt. A miniszter úgy számol, hogy a közfoglalkoztatottak, a regisztrált munkanélküliek és a külföldön dolgozók mintegy 450-500 ezeres táborából, hozzávetőleg 150-200 ezer ember hamarosan tovább növeli a hazai munkavállalók számát. Megkezdődött az őszi árpa és a búza aratása, közölte a mezőgazdaságért felelős államtitkár. Feldman Zsolt elmondta, nagyon nehéz időszakon van túl a mezőgazdaság a szélsőséges időjárás miatt. Hozzátette, több mint 1,6 millió hektáron fognak aratni a magyar gazdák, és az előzetes becslések szerint az őszi búza termés valamivel 5 millió tonna alatt várható. Az időjáráson túl lényegében érdemi kockázat vagy érdemi fenyegetés ezt a mostani betakarítást nem fenyegeti. Bízunk benne, tehát, hogy ezek a munkák a következő hetekben folyamatosan fognak zajlani, és folyamatosan figyelemmel is fogjuk kísérni ezt a munkát. Úgyhogy az alapüzenetünk tehát az, hogy megindult Magyarországon az aratás, a munka, az elmúlt hónapokban végzett munka gyümölcsét azt a gazdálkodók remélhetőleg szakszerűen, hatékonyan az adott körülmények között a lehető legkisebb ráfordítással fogják tudni majd a következő hetekben lebonyolítani. Az ellenzéki oldalon véget kell vetni a hatalmi játszmáknak, erről beszélt Karácsony Gergely. Miután kiderült, több mint 33 ezer szavazattal megnyerte az előválasztást Kálmán Olga előtt. A DK jelöltje egyébként a tegnapi eredmény hirdetésen nem volt ott. Ma ezt azzal indokolta, hogy nem hívták meg a közös sajtótájékoztatóra. A liberálisok jelöltje Schermer Ádám szerint a felmérések azt bizonyítják, hogy az ő programját annyian támogatják, mint most Karácsony Gergelyt. Puzsé Róbert független jelölt szerint pedig Karácsony Gergely a parkolási maffia jelöltje.
Arról, hogy az Eredmény váróra várják a jelölteket, arról nem tudtam én sem, nem tudott a pártelnök sem, nem tudott a kommunikációs igazgató sem. Nem hívták meg az előválasztás eredményvárójára, legalábbis ezt állítja Kálmán Olga. Kálmán Olgával ellentétben azonban az őt indító DK tagjaihoz eljuthattak a meghívók, hiszen többen is ott voltak az ellenzéki előválasztás záró eseményén. A párt szóvívője akkor azzal magyarázta Kálmán Olga távollétét, hogy jelöltjüknek nem volt mit felvennie. Az aktivistákkal töltötte a délutánját, és hogy úgy mondjam, a hivatalosnál egyel vagy kettővel lazább öltözékben. Az előválasztás nyerteseként Karácsony Gergely kijelentette, le kell számolni az ellenzéki pártok közti hatalmi játszmákkal. Később egy interjúban ezt úgy fogalmazta meg, hogy idézem, az ellenzék is pontosan tudja, hogy itt nincs több politikai szarkavarás. Csütörtökön pedig már arról beszélt, nem lehet akadálya az ellenzéki egységnek, majd jelezte, a sajátján kívül 4 párttal kötött megállapodást, ők közös kampánycsapattal és közös jelöltekkel vágnak neki az őszi önkormányzati választásnak. Semmilyen akadálya nincs annak, hogy az elkövetkező napokban a Demokratikus Koalíció, a Momentum, az MSZP, a Párbeszéd és a Szolidaritás teljes csapata egy hajóban nevezzen. Karácsony Gergely egyelőre még nem a teljes ellenzék közös főpolgármester jelöltje. A liberálisok például önálló jelöltet indítanak. Schermer Ádám szerint az ő programját nagyjából annyian támogatják, mint amennyien Karácsony Gergelyre szavaztak. Láttam olyan méréseket is, amelyek szerint a budapesti lakosság 2%-a támogatja a programomban foglaltakat. Ez lényegében azt jelenti, hogy a budapesti lakosok közül, a budapesti polgárok közül nagyságrendileg 35 ezer ember szeretné viszont látni a Polgári Budapest programomban foglaltakat. Karácsony Gergely hazudik, ezt mondja a másik főpolgármester jelölt Puzsér Róbert. Úgy fogalmaz, Karácsony Gergely a parkolási maffia jelöltje, aki hazudott, hazudik és hazudni fog, amíg csak szusszal bírja. A Momentum viszont támogatja Karácsony Gergelyt. Még azt is felajánlották, hogy kibékítik Puzsér Róbertet és Karácsony Gergelyt. Ha jól értem, akkor a Momentum azonosulni tud a Magyar Szocialista Párttal, Gyurcsány Ferenc pártjával, de a Sétáló Budapest és Puzsér Róbert biztosan nem tud azonosulni sem a Magyar Szocialista Párttal, sem a parkolási maffiával, sem a Gyurcsány Ferenc pártjával. Puzsér Róbert kampányfőnöke válaszul kijelentette, a Momentum hibázott, amikor beszállt az előválasztásba, ők viszont sem most, sem a jövőben nem fogják támogatni a baloldal jelöltjét, vagyis Puzsér Róbert önállóan indul a főpolgármester választáson. Az MSZP szerint új banki elszámolásra van szükség a devizahitelesek problémájának megoldására, ezt mondta az ellenzéki párt elnök helyettese. Szakács László arról beszélt, hogy a kúria döntése szerint az adósoknak tudniuk kellett volna azt, amiről a bankok nem tájékoztatták őket. Ha már egyszer az árfolyamrés és a tisztességtelen kamatemelések tekintetében is törvény született, szülessen törvény az új banki elszámoltatásról, méghozzá az árfolyam kockázat tekintetében is, kiviselje az árfolyam ingadozásának a kockázatát. Mi azt mondjuk, hogy legyen új banki elszámoltatás. A romániai magyar ellenesség ellen tüntettek a román nagykövetség előtt. Duró Dóra, a Mi Hazánk mozgalom elnök helyettese azt mondta, a románok folyamatosan sárba tiporják a magyar nemzetiségi kisebbségi jogokat. Hangsúlyozta, fel kell hívni a figyelmet arra, hogy Európa legnagyobb jogfosztott kisebbsége a magyar. Cselekvésre van szükség, nem csak beszédre, és ezért hívta össze a 64 vármegye ifjúsági mozgalom ezt a rendezvényt is, meglepetéssel készülve a románoknak, hogy végre cselekedjünk is, mutassuk meg, hogy mi nem csak beszélünk, hanem a cselekvésünkkel éreztetjük a határon túli magyar honfitársainkkal, hogy valóban mellettük állunk. Orvosi rendelőt újítottak fel a kárpátaljai Csapon. A 2 évvel ezelőtt indult családorvosi programban 40 intézményt korszerűsítenek. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár azt mondta, a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít a kárpátaljai magyarság egészségügyi körülményeinek javítására. Potápi Árpád János hangsúlyozta, a mostani felújítást több mint 60 millió forinttal támogatta a kormány. Ez nagyon fontos fejlesztés annak érdekében, hogy az orvosok el tudják látni az itt élő magyar és nem magyar betegeket. Most itt Csapon is egyébként nem csak csapi betegeket látnak el, hanem a környező településeknek a betegeit is.
A Vasfüggöny szimbolikus átvágásának 30. évfordulójára emlékezett a magyar és az osztrák külügyminiszter, valamint Burgenland tartomány főnöke Sopron határában. Szijjártó Péter ünnepi beszédében kiemelte, a Vasfüggöny börtönként tartotta fogva a magyarokat, de csak időkérdése volt, hogy felszínre törjön a magyarok szabadság iránti vágya. Hozzátette, 1956 küzdelme is megmutatta, hogy hazánk a bátor nemzet, és nem fél a túlerőtől. Mára egyértelműen az európai növekedés motorjává váltunk, de gondoljunk csak bele, mennyi erőfeszítést kellett tenni az elmúlt 30 esztendőben ahhoz, hogy ma ezt a mondatot elmondhassuk. És azt gondolom, hogy mi közép-európaiak joggal lehetünk büszkék arra a 30 éves kemény erőfeszítésre, amelynek nyomán elmondhatjuk, hogy ma már az európai gazdasági teljesítményhez és Európa biztonságának megőrzéséhez is nagy mértékben hozzá tudunk járulni. Több mint 24 óra után ért véget a Wizz Air londoni utasainak kálváriája. Eredetileg kedd este jöttek volna haza, de végül csak tegnap késő este landolt velük a fapados légitársaság egyik gépe. Az utasok azt mondják, a legnagyobb baj nem is ezzel van, hanem a légitársaság hozzáállásával, ugyanis nem gondoskodott róluk, sokan a reptéren kényszerültek aludni, és mindössze pár ezer forintot kaptak, hogy élelemmel és itallal ellássák magukat. Szerda délután még mindig a gép indulására vártak az utasok a London Gatwick repülőtéren. Ezeket a felvételeket kintreket magyarok készítették, akik ekkor már csak nem egy napja vesztegeltek ott. Kedden este 8:30-kor kellett volna elindulnia a Wizz Air járatának Budapestre 200 utassal a fedélzetén. A gép azonban nem szállt fel. Olyan 9:30 fele jelezték, hogy vissza kell gurulnunk a rámpához, mert valami műszaki probléma van. Az utasok a több órás várakozás alatt mindössze egy 7 fontos, nagyjából 2500 forintos vouchert kaptak, hogy abból vásároljanak enni és innivalót. Majd közölték velük, hogy a gép biztosan nem fog felszállni. Voltak, akiket nem tudtak elszállásolni, így sokan a reptéren töltötték az éjszakát. Körülbelül nem 50-60-an maradtunk a reptéren, de köztük tudok olyanról is, akinek gerincbetegsége van, és ülni nem tud. Friedrich Virág azt meséli, a többieket szerdán reggel 9:30-kor szállították vissza a Gatwickre, mivel arról tájékoztatták őket, hogy a repülőgép délben indul Budapestre. Ez azonban nem történt meg. 11 körül kaptunk egy e-mailt néhányan, hogy áttették a gépünket 4 órára. Ekkor mi már a check-innél álltunk sorba, hogy újra leadjuk a csomagjainkat, és megkapjuk az új beszállókártyáinkat, de a check-in pultnál nem is volt kiírva indulási idő a géphez, ami nagyon-nagyon furcsa. A gép azonban 4 órakor sem indult el. A felszállást műszaki okokra hivatkozva ugyanis ismét elhalasztották. A Wizz Air megkeresésünkre azt írta, a repülőtéren a földi kiszolgáló személyzet által végzett hátratolás közben megsérült a repülőgép, ezért nem indulhattak el. Szerda este 9 óra körül végül elkezdődött a beszállás. A gép 9:30-kor gurult ki a kifutópályára, nem sokkal később pedig felszállt. A légitársaság közleménye szerint az utasok, amennyiben igénylik, a jogszabályokban előírt 250 eurós kártérítést megkapják. Ezen felül pedig a társaság további 200 euró jóváírását ígéri az utasok visszámláján. Jelen esetben ugye egy műszaki hibáról volt szó, amit elismert a Wizz Air, így a kártérítés összege a 250 euró mindenképp járt az utasoknak, ezen felül szállást is kellett volna biztosítani a étkezést, ha jól tudom, ezeket nem biztosította, így a számla ellenében ezt ki kell fizetni az utasoknak. Az utóbbi időben ez már nem az első hasonló eset. Június elején csak nem 50 utast hagyott a Wizz Air Bécsben. Tavaly nyáron pedig olyan is előfordult, hogy az utasok csomagjait nem vitték el a célállomásokra. Az olcsó jegyárakkal a szimulatlan szolgáltatás az nem magyarázható. A miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, eltűnt podgyászok, megtagadott beszállások miatt jelenleg is több eljárás van folyamatban a Wizz Air ellen. A kormány nem tud segíteni ennek a megoldásában a Wizz Airnek, de tudja ösztönözni a jogszabályok alapján egyébként indokolt fogyasztóvédelmi bírságokkal, hogy ezen a gyakorlaton a társaság változtasson. Gulyás Gergely hozzátette, a légitársaság már több mint 20 millió forintnyi büntetést kapott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt.
Az orvosi felelősségtudat fontosságát hangsúlyozták a Semmelweis Ignác születésének évfordulója, a Magyar Egészségügy napja alkalmából tartott szakmai konferencia résztvevői a fővárosi Bajcsi Zsilinszky kórházban. A tanácskozáson méltatták a dolgozók elhivatottságát és áldozatos munkáját. Wittner Mária egykori 56-os halálra ítélt az ártatlanul kivégzett orvostanhallgató Tóth Ilona tragikus sorsát felidézve azt mondta, hogy egy ország csak akkor léphet a megbékélés útjára, ha szembenézett a múltjával. Tóth Ilona most már nyugodt lehet, ott a mennyei rendelőjében, ahol viszont vigyáz Magyarországra, és én hiszem azt, hogy Tóth Ilona és a többi olyan társaink, akik Magyarország mártírjai lettek, örködnek Magyarország felett. Tiszteletvacsorán fogadta Áder János köztársasági elnök Schneidberger Ferenc Liszt és Kossuth Díjas gitárművészt. A kritikusok és a közönség világszerte a kevés igazán karakteres kortárs gitárművészek egyikeként tekint Schneidberger Ferencre. Egyedi stílusában megjelenik a cigány népzene, de a flamenco gitár technikája is. Szinte az összes európai országban koncertezett, de fellépett Japánban, Koreában, Indiában, Vietnámban és az Egyesült Államokban is. A fővárosi nagycirkusz 130 évét ünnepli az intézmény új kötet sorozata, valamint Manyiló kiállítása. A Cirkuszi Csodaemberek című 5 könyvből álló kiadvány bepillantást nyújt a magyar cirkuszművészet neves artista művészeinek életébe. A tárlat pedig tisztelgés is egyben a világhírű zenebohóc Eötvös Gábor emléke előtt. Méltán lehetünk büszkék a cirkuszművészetünkre, hiszen a 130 éves múlttal rendelkező művészeti ág képviselői hosszú évtizedeken keresztül generációról generációra megtettek mindent a világban annak érdekében, hogy Magyarország nevét aranybetűkkel írják föl a cirkusz nagykönyvébe. Hamarosan kezdődik az M5-ön és a híradó, most kapcsolunk Ivanov Barbarához, a műsorvezetőhöz. Szervusz, mivel várjátok ma a nézőket? Szervusz István, jó estét kívánok! Ma este megmutatjuk, milyen nagyszabású kiállításokkal nyitja meg kapuit a 40 éves Kaláka Fesztivál. Beszámolunk az Országgyűlés Kulturális Bizottságának szakpolitikai konferenciájáról, melyen az intézmények kultúrtámogatásában betöltött helyzetéről és szerepéről egyeztettek. Kapcsolunk a Zsolnai Fényfesztiválra is, ahol idén 30 állomáson vonul végig a fény útja, és beszámolunk egy ifjú tehetségről, aki egy okos virágcserepet alkotott. Tartsanak velünk pár perc, és kezdünk itt az M5 csatornán. Barbara, köszönjük szépen!